Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, Mizó is, szeptember 21-én. Én elárulhatom azt, hogy számomra ez egy különleges nap. Mi szeptember 21-én házasodtunk, tehát egy házassági évforduló lesz nálunk ezen a napon. És mi történik még, Mizó is, szeptember 21-én? A hold a Visakha holdházban található. Az indiai mitológiában ez egy istennő, a tűz istennője, utal a belső melegségre, a szív melegségére és a lelki dolgokra is. Viszont ez a Visakha istennő gyakran felgyújt valamit, ami a múlttal áll összeköttetésben, amire nincs szükségünk, amitől el kellene, hogy búcsúzzunk. Ezek lehetnek gondolatok, érzelmek, kapcsolatok, tárgyak vagy helyek. Itt valami tisztázódik, ennek van egy ilyen tisztító hatása. A hold a mai napon egy fél szextil kapcsolatban áll Merkur bolygóval. Ez egy hírre utal, vagy beszélgetésekre, ez a közelből jön. Az is lehet, hogy a szomszédoktól, de ez kellemes. A hold egy szextil kapcsolatban áll egy visszatekintő Plutó bolygóval. Ez hasonló, mint ez a Visakha holdház. El kell, hogy valamitől búcsúzzunk. Valamit rendbe tenni, ami még a múltunkkal áll összefüggésben. A Mars bolygó visszatekintő és ma egyedül van, nincs kapcsolata, az utal a férfiakra, mert ők most visszahúzódnak. De amennyiben ez a Mars bolygó ránk hölgyekre hat, akkor a mi erőnkről van szó, legyünk visszahúzódóak, és tartsuk meg a nyugalmunkat, az erősít bennünket belülről. A Mars bolygó az Ashvini holdházban található, és az gyógyulásokra utal. Vagy arról van szó, hogy a férfiak visszahúzódnak, kell a nyugalom, mert ennek van egy gyógyító hatása. Mars bolygó utalhat egy küzdelemre, erőre, bátorságra is, és az Ashvini holdháznál itt ilyen egészségügyi témákról van szó, és itt kell az erő. Kell, hogy ide befektessük az erőnket. Ez utalhat erre a küzdelemre a koronavírus ellen. Ami közeledik, az nem lesz kellemes. Ezt hasonlóan átéltük augusztus hónapban. Lesz egy Mars-Szaturnusz kvadrát, nehézségek, küzdelmek. Ami még érdekes a mai napon, a Vénusz bolygó egy úgynevezett quincunx aspektussal áll Jupiter bolygóval. Én ezt mindig úgy szoktam elmagyarázni, képzeljétek el, hogy van előttetek egy inga, és valaki megkérdezi, mondjátok meg, melyik irányba fog az inga kimozdulni. A válasz, nem tudom, fogalmam sincs. És mi hölgyek így fogjuk most érezni magunkat, mert itt Vénusz energiája hat. Jupiter bolygó hajlamos arra, hogy megnagyobbítson valamit, és mi hölgyek most hajlamosak vagyunk arra, hogy eltúlozzunk valamit. És ez kihat a párkapcsolatra. Ez a quincunx aspekt nálunk hölgyeknél bizonytalanságra utal.
De mi nem nyugszunk meg, hanem eltúlozunk valamit, hajlamosak vagyunk arra, hogy kérdéseket tegyünk fel a párkapcsolatot illetően, és kérdezzük őt, hogyan tovább, mik a terveid, van valaki más az életedben, szeretsz te engem, igen vagy nem, kimutatjuk ezt a bizonytalanságot. De a Mars bolygó egyedül van kapcsolatok nélkül, a férfi visszahúzódó, ő ezt nem is hallja, nem is akarja hallani. És mi az eredmény? Ők nem adnak választ. És mit vált ki nálunk hölgyeknél? Még bizonytalanabbak vagyunk. Tehát ne tegyünk fel kérdéseket. Hagyjuk most így az eseményeket, hogy így történjen. És azt sem szabad elfelejtenünk, hogy a napokban lesz egy Mars-Szaturnusz kvadrát, tehát ha mi eltúlozzuk a dolgokat, ha mi nagyon sok kérdést felteszünk, amit ő most nem akar hallani, akkor előfordulhat, hogy a párkapcsolat területén a következő napokban nagyon intenzíven hat ez a Mars-Szaturnusz kvadrát, és vannak nehézségek, amin később át kell, hogy tegyük magunkat. Persze ez a Mars és Szaturnusz kvadrát kihat a gazdasági és a politikai élet területére is, lesznek nehézségek. És ez volt a mai felvételem, Mézus, szeptember 21-én. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!